A következő napokban akár 34 fokra is lehet számítani. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság döntése alapján szerdától szombat éjfélig harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A döntést azzal indokolták, hogy a hőség már az egészséges szervezetre is veszélyes lehet, de kiváltképp a kisgyermekekre, idősekre, várandósokra, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre. Az élet persze nem áll meg, így nem lehet elég szót ejteni a megfelelő nap- és UV-sugárzás elleni védekezésről. Meglepően erős, még amikor nincs is direkt napfény, akkor is kell tartani az UV-sugárzástól. Az érzékeny bőrűeknek, a kékszeműeknek, zöldszeműeknek, fehérbőrűeknek különösen, és a fényvédő krémeket akkor is kell használni, hogyha a hőmérséklet nem közelíti meg a 40 fokot. A házi orvos hozzátette, alacsonyabb hőmérséklet mellett is kenni kell a bőrt, és lehetőleg árnyékot keresni, hogy bőrünket ne érje direkt fény. De a nagy melegre való tekintettel fontos a megfelelő folyadékpótlás, és lehetőleg világos színű sapka vagy kalap viselete a napszúrás elkerülése érdekében. Szemünk védelme sem utolsó, oda kell figyelni arra is, hogy optimális napszemüveget hordjunk, hiszen az UV-szűrővel nem ellátott lencsék nagyban károsíthatják szemünket. A szembe bekerülő fénymennyiség is létrehozhat a látóideghártyán fényártalmat, meg a szemlencsének az öregedése nagyon függ attól, hogy milyen fényterhelésnek van kitéve, úgyhogy jó minőségű nem a design és nem a luxus márka, hanem hogy jól szűrő, például polaroid módszerrel működő szemüveget, ami az egy irányból érkező napsugarakat kivédi, szembe menetelét kivédi. A Mosolygó Éva házi orvossal készített teljes beszélgetést a hétfői Együtt magazinban láthatják, aki még több intelemmel látja el a nézőket.